Volt olyan, hogy nem engedtem be egy vendéget, fizetni nem akart, és visszajöttek utána 20 autóval. 1000 forintból azért nem lehet kihozni. Mi a titok? A lényeg egyébként az az egészben, hogy... Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Milyen volt egy ilyen Halloween-ban befáradni? Hát olyan, mint a Starbucks-ban szerintem egy ilyen. Úgy érzi magát az ember, hogy tényleg elért valamit tulajdonképpen az emberek szemébe. Már ez hasonló esemény? Azért elég régben Régen egyébként igen, amikor még nagyon vendéglátóztam, ugye a Teopapa konyháját ugye is én vezettem 20 éven keresztül, akkor még hívtak szakmai dolgokra, ami ott az éjszakában dolgozok, azóta valahogy nem mernek szerintem. Az a jó mérem, hogy azért régóta ismerjük egymást, legalább szerintem 15 éve. És nem változtál. Köszönöm szépen, a sok alkohol az így fiatalon tart. Egyébként az éjszaka a top fitnek kell lenne. Tehát én azért sok tulajdonost, vezetőt, DJ-t láttam elvérezni az éjszakába bizonyos szerek miatt. Én ezeket direkt soha nem próbáltam ki, mert ugye hétközben is ugye rengeteg munka van azért egy diszkóval. A legelején, ugye én a Teopapát vezettem, akkor kb. 250 alkalmazottan volt, 2005-6 körül, és akkor ugye teljesen piacvezetők lettünk Budapesten. 75 autós futár volt napi szinten, ki vitte ki az ételeket, és valamiért olyan sok pénz maradt, ugye én mindig minden pénzt visszadottam reklámba, konyhai berendezésbe, és egyszer csak már volt mindenünk, és otthon akkor ugye még nem nagyon volt bankkártyás fizetés, és ilyen dobozokba állt a pénz egyébként. Akkor elkezdtem tulajdonképpen ilyen nagyon szép ruhákat vásárolni, kimentem Münchenbe meg Bécsbe is, viszont sehova nem tudtam őket felvenni. Nekem az volt a bajom az éjszakában, voltak nagyon nagy diszkók, hogy mindenki azt nézte, hogy milyen autóval jössz, mi van rajtad, mennyi pénzed van, és kicsit olyan zavaró volt egyébként, mert oké, hogy már végre egy szép öltönyt úgymond fel tudtam venni, és azzal lementem, de az, hogy most minden csajt az érdekelt, hogy most Louis Vuitton vagy Gucci van a felirat benne, az úgy kicsit zavaró volt, hogy nem a nevemre kíváncsiak. És valahogy teljesen véletlenül jött egy olyan lehetőség, Mamut 2-be, ugye a Tabu Lounge nemű szórakozóhelyet átalakították, Kuba Libre-ből 2006 decemberében, viszont egyáltalán nem ment. És az egyik diszpécserem, mondjuk az, hogy jóba volt, az ottan egyik vezetővel, bemutatott neki, valamiért neki megtetszett az, ugye én elkezdtem mondani neki, hogy ilyen amerikai R&B bulira gondol. Egyik az volt, hogy amerikai rap buli, csak Magyarországon a rap az olyan underground szó. És akkor mondom, hogy jó, akkor hip-hop, de meg a hip-hop volt, meg mindenki graffitire gondol, meg ilyenekre. És akkor mondom, hogy akkor jó, akkor hívjuk R&B-nek. Ugye egy darab R&B szám nem fog lemenni, de mindegy, hívjuk R&B-nek, az olyan csillagos, olyan fancy, jól hangzik. És a Gyurival egy két órát tárgyaltam, hogy annyit tudott megjegyezni magának, hogy fekaparti lesz. És valahogy a barátainak ez annyira jól hangzott, és ezt hangoztatta a barátainak, hogy valamiért ez neki nagyon megtetszett. És akkor 2007 februárjában ezt összeraktam, ezt az egész Peaches & Cream koncepciót, és 2007 március 10-én volt az első partink. Ugye volt valami személyes élményed? Hát nekem mindenhol nagyon sok személyes élményem volt. Volt olyan, hogy nem engedtem be egy vendéget, mert én nem ismertem, fizetni nem akart, mondta, hogy van valami kártyája, mondom, hogy ez engem nem érdekel, és visszajöttek utána 20 autóval. Hát valahogy túléltem, én mondtam a portásnak, hogy én megvédem, ne izguljon. Amikor mögötted áll egy nagy kopasz kétajtó szekrény, és ő fél, akkor te már nem félhetsz egyébként, de valamiért jól beszélők én egyébként. Valahogy ez jön ki mindig, akár tárgyaláson, akár más szituációkban, hogy valamiért összeszimpatizálnak velem, és aztán inkább haverok leszünk. Mik voltak az utóbbi évek legnagyobb sikerei számodra a Peaches esetén? Hát figyelj, a legnagyobb siker a Covid túlélése volt. 2020. március második hete volt az, amikor azt mondták, hogy innentől kezdve 100 fő, mondom, az jó lesz, és tulajdonképpen egyetlen szórakozóhelyet kinyitottunk egyik Budapesten 100 fővel. Hát egy olyan 200 rendőr állt az utcába és figyelte, hogy mit csinálunk, de én mindenképpen kinyitok mindig, amikor lehet. Tehát nálam ilyen nincsen. Hát utána egyébként Fortnite-oztam két évig, amíg ugye zárva voltunk. Nálunk az alkalmazottakkal nem volt gond, azt nem tudom, hogy máshol, de nálunk kihalásos alapon vannak, 35 emberből 30 visszajött. Tehát nálunk ilyen dolgával. Én még hagytam mindenkit bejelentve, tehát hogy nálunk azzal nem volt gond. Tehát ugye megváltozott a világ, tehát ez már nem elszoktatás volt az éjszakából, hanem leszoktatás volt, és ezt még a mai napig is érezzük. Tehát, hogy jelenleg, hogyha mindenki megnézi, akkor azért megy ennyire a YouTube, TikTok, meg minden, mert ugye a streaming szolgáltatók felmentek az ezerszeresére, és egyébként itt a magyar előadók is egyébként ezért van most ennyi koncert, hát előtte nem volt, előtte senki nem ment sehol koncertezni. Alapvetően ugye ez most a Covid miatt indult be. A Covid után hogy indítottad újra a helyet? Hát előadókkal. Tehát én már egyből láttam, persze, tehát én már egyből láttam azt, hogy itt most az egész világon, tehát ez nem csak a magyar előadók révén, és az egész világon most koncert
feeling lesz. Tehát átalakult a diszkó, tehát hogy beérkeznek az emberek, és igen, kell egy fellépő pluszban. És kell egy fellépő pluszban. Ez nálunk 1:30-kor történik meg, én csak egy fél órát kérek tőlük, mert mi azért nem koncertet szeretnénk, hanem egy showt. Mert ugye egy koncert az úgy néz ki, hogy azon kívül, hogy azt hiszem 8 vagy 12 pluszosak a koncertek, tehát azért főleg gyerekeknek csinálják, tinédzsereknek inkább. Ugye mi is akkor olvastuk a Bravo magazint, szerintem utoljára, és ugye annak 10-kor vége. Tehát az alapvetően mindenki 11 éjfélre már otthon van. De most egy diszkó nem így működik, hogy az 10-kor nyit, azért egy általános diszkóba éjfélkor kezdenek jönni az emberek. Ugye nálunk van egy nagyon erős akció, egy ilyen korlátlan italfogyasztás akció, ezért nálunk már, azt szoktam mondani, az András útig áll a sor, tehát hogy tényleg óriás sorok vannak, én ezt mindig ki is fotózom. Mikor van ez a sornál? 10 órakor nyitáskor. Az a legtöbb szórakozó helyen éjfélkor még nincs senki. Sehol nincsen ilyen. Egyébként ez azért van, vagy azért nincs, mert én most is például már járjuk a vidéket, ugye kitaláltuk azt, hogy a Picsizből újra csinálunk egy parti sorozatot is, és ugye nagyon sok vidéki diszkóban most vagyunk. Ott az történik, hogy egy 3-4 órás DJ szettel tulajdonképpen átviszük oda a Picsiz hangulatot, és látom, hogy a vidéki diszkó tulajdonosok, sajnos megvezetők egyáltalán nincsenek felkészülve a Covid utáni időszakra, panaszkodnak is nagyon sokat, és tulajdonképpen reménymarketing megy. Tehát az a helyzet, hogy Budapesten is egyébként nagyon sok helyen, vidéken is nagyon sok helyen, hogy kiraknak egy plakátot, ma este ez a fellépő, 2000-re beugró, gyertek. Ugye, aki nem tudná, a Picsizen Krimben van egy korlátlan italfogyasztásos karszalag, ez 1000 forintba kerül, és annyit lehet inni, amennyit csak szeretne az ember. Mindig kérdezik tőlem a TikTok live-ben, ez hogy jön ki. Mindig elmondom, hogy ha neked ez nem jön ki, akkor ez nem a te szakmád. Marad az enyém. De akkor csinálom, 1000 forintból azért nem lehet kihozni. De én kihozom. De. Na, mi a titok, hogy neked is még elmondom sláger mondatomat. Nem. A lényeg egyébként az az egészben, hogy nálunk az első órában, tehát 10-től 11-ig kerül ugye 1000 forintba ez a korlátlanos karszalag, és hajnali 3-ig tudsz vele inni, tehát 5 órán keresztül. Minden korrekt, nincs vizezve, semmi nincsen, minden rendben van vele. Ezzel elérem azt, hogy egy óriás sor legyen a Picsiz & Krim előtt. Én ezt mindig nyitáskor személyesen fotózom egyébként le, rakom ki egyből Facebookra, Instagramra, és aki éppen elindul akkor, mert akkor még a csajok vagyok, őszintén még mindenki csak készülődik, ugye a csajok, szóval mindenki még csak a tükör előtt társ, minkeli magát, néz, hogy melyik ruhát vegye fel, veszekszik magával, hogy a 100 ruhából egy se jó, és hogyha van partner, akkor vele is veszekszik, hogy új ruhák kellenek, ugye? Tehát ezt azért átéltük egy párszor, nekem ugye 15 éve van párom, tehát ezt egy párszor átéltem én is. Na most mit látnak? A Picsizen azt látják, hogy biztos, hogy jó buli lesz, mert óriási a sor. A többi diszkonál mit látnak? Semmit. Tehát van egy olyan opciójuk, hogy többi diszkó, ahol nem tudom, hogy mi lesz, csak látok egy programot, vagy ahol biztos, hogy jó a buli. Na ez egy óriás reklám. Tehát ez már az, amikor tudod azt, hogy full telt házad lesz, ugye? Csinálni milyen az ismertség a külföldiek körébe? Ja, mi a top 1 vagyunk 10 éve, tehát mi a TripAdvisor-t, ami a legfontosabb fórum az egész világon, ugye, tehát bárki utazik bárhol, biztos, hogy a TripAdvisor-t meg fogja nézni, azon az első helyen vagyunk 10 éve. Mi nagyon fiatal, olyan 21-22 évesen kezdtem el vállalkozni. A 35 éves koromig besétáltam egy tárgyalásra, és mindig úgy éreztem, hogy ilyen nagyon mínuszból indulok. Nekem volt egy 50 éves üzletvezetőm, az István, és mindig ő ment előre, és mindig azt hitték, hogy a tulaj. És mindig intett, hogy nem, ott mindjárt jön a 70 kilós kisrác, vele kell valahogy megállapodni. És én ezt olyan 35 éves koromtól kezdtem el érezni, hogy amikor bemegyek egy tárgyalásra, akkor már úgy másképp fogadnak. De egyébként akkor kezdtem azt is érezni, hogy bemegyek mondjuk egy konyhára, egy étterembe, ugye én rengeteg étteremben járok segíteni, illetve meg szoktam nézni, hogy megvegyem-e, vagy bármilyen ilyen dolg. És akkor kezdtem azt is érezni, hogy bemegyek egy konyhára, és egyből látok már mindent. Tehát ez a tapasztalat, ez abszolút a tapasztalat, ami tulajdonképpen a sok munka miatt jön. Én szerintem két dolgom múlik, hogy el tudjál adni egy terméket. Az egyik az a műsor. Tehát ahogy mondtad, így van, tulajdonképpen elég csinos lányok viszik ki. Onnantól a külföldi, mondjuk a fiúk, srácok, de a lányok se, ugye mindegyik ugye veszi ezt telefonnal, rakja ki TikTokra, rakja ki mindenhol. Tehát önmagában ugye egy bulit már annak tekintünk, hogy minden buliban meglegyen a reklámunk is a következőre. Nekem mindig azt szokták mondani, hogy miért TikTok live-ozik egy diszkó tulajdonos, hát úgyis tele van a diszkó most. És ki mondja, hogy év múlva tele lesz. Tehát mi a jövőért dolgozunk folyamatosan, a lehetőségért, hogy a jövőben is tele tudjunk lenni. Show van tulajdonképpen, hogy az üvegekre rárakjuk a tűzijátékot, úgy megy ki. Most a külföldi már úgy kapja meg, hogy neki ez az egész már tetszik. Tehát már jól érzi magát, különlegesnek érzi magát, úgy, ahogy én is, amikor ide bejöttem. És amikor különlegesnek érzed magad, az már az egy jó érzést ad az egésszel kapcsolatban. Na akkor ugye meglátja mondjuk számára, mondjuk egy amerikai, ugye mondjuk egy idegen terméket. De ő elfogadja, mert megvan a biztonsági érzése a termékkel kapcsolatban a diszkó által. Az azt jelenti, hogy a diszkót kinézte a TripAdvisor-ról, ahol a legjobb diszkó kategóriában van. Jó. Látja a tulajdonost az összes videóban, én veszem fel nekik a telefont, én kísérem a legtöbbet az asztalhoz, tehát megvan a kapcsolat, hogy figyelj, hogyha ez nem lenne jó,
akkor Gregory, ugye angolul ugye Gergely Gregory, biztos segíteni fog nekem, és megoldja nekem ezt a szituációt. 2007-ben, amikor ugye elindult a diszkó, illetve a Pitches & Cream, akkor még csak party sorozat volt, ugye, akkor ugye én megismertem nagyon sok DJ-t, nagyon sok előadót akkor is, ugye, Papa Joe VSOP, és nekem akkor a VSOP egyébként nagyon tetszett, de akkor ebben az egész szakmában nem volt pénz. Tehát a YouTube nem fizetett, az Artisius nem fizetett, senki nem fizetett. Nagyon nehéz volt bekerülni bárhova. Most mindenki fizet, de ez a Covid után. Tehát a YouTube elkezdett fizetni Covid előtt, de az még apró pénz volt. Ugye a Covid vízte fel nekik is ugye az egészet, és azóta fizetnek egyébként többet. Na most ez ugye 2008-ban adtam ki az első videoklipemet, ugye a VSOP kijött vissza, az volt az első, és tulajdonképpen akkor abszolút csak a Pitches-zel tudtam összekötni, és ott ilyen reklámnak használtam inkább az egészet, tehát pénzem nem nagyon volt belőle. Utána még Iviven írt rám az SP, ugye aki nem tudná, az SP-t én fedeztem fel 2009-ben. Hát az SP nem hallgatott rám üzletileg, és én mindig azt mondom az előadóknak, hogy ők a tehetségek, én nem szólok bele a dalokba, de minden tehetség mellé kell egy üzletember is, aki figyel arra, hogy pénz is legyen az egészből. SP nagyon szorgalmas volt és nagyon tehetséges volt, csak üzletileg nem hallgatott rám. Ezért körülbelül másfél éve dolgoztunk együtt, nyertünk 2 kometet, 3 bravótot, meg 1 aranyzsiráfot másfél év alatt. Forintot nem kerestünk, tehát nem volt honnan. Na mindegy, én csináltam tovább még ugye a Papa Joe-val, Dukai Reginával, Pixával, meg még, és aztán tulajdonképpen ilyen, amit a party sorozatból, ugye 12-ben diszkó lett, akkor én annyira elkezdtem a diszkóra fókuszálni, hogy a maga kiadós, produceres részt azt egy kicsit abba hagytam, és most, Covid után, amikor láttam, hogy mi történik, akkor ugye a hibriddel nagyon régóta ismerem, ugye egy magyar rapper, így tulajdonképpen lepaktáltunk, hogy együtt újra elkezdjük ezt az egészet csinálni. Most már nem kicsi a biznisz. Figyeld ezt a krút ember, mert mellettem a Gergő kajakra Hugh Hefner. Ja nem, minden klipben benne vagyok, ugye én próbálom egy kicsit a Stanley-t ebből egy icipici magyarosítani, ugye. Az összes Marvel filmben benne van, én is mindig kiveszem egy kicsit a részemet. Most volt a legnagyobb szerepem egyébként ebbe a dalba, most zongorázom. De mindig vagy autót vezetek, vagy valamit, éppen egy Sixot felveszek valami jégvödörből, tehát hogy mindegyik klipben csinálok valami kis momentumot. Az image miatt is, meg volt egy jogvitám egy másik kiadóval az SP miatt még 2009-ben, és kérlek, hogy 2 dalunkat el akarták lopni, és azért nem tudták ellopni, volt bele bírósági ügy is egyébként, mert szerepeltem a klipbe. Számláktól kezdve minden megvolt, nekik meg semmi, de mi az SP utánam náluk aláírt, ezért azt a klipet magukénak tulajdonították. A mai napig egyébként kérlek, hogy 2-nél ki van rakva a logójuk a YouTube-ra. És de azért nyertük meg tulajdonképpen a dolgokat, mert hogy én szerepeltem a klipbe, és ezáltal elég egyértelmű volt, hogy nem lehet az a videóklipjük. Minden új SP-nek sok sikert kívánunk! Bedlam Records! A celebekre az az érdekes sztori, hogy a Covid előtt Magyarországon a celebeknek nagyon negatív volt az imidzsük. És én nem engedtem be a Pitches & Cream-be a celebeket egyáltalán. Nagyon sok celeb egyébként kint állt, megsértődött, hozta a tévét, vagy 2 órát várt rám, vagy valami volt. És volt a Bilik címlapon is voltam, hogy a Pap Gergely Pitches & Cream tulajdonosa nem engedi be magyar celebeket a diszkóba, és igen, nem akartam az én imidzsemet elrontani akkor még velük. Most más a helyzet, most is megvan az a réteg, akit nem engedek be egyébként. Én mindig azt mondtam, nem mindent kell bevállalni egy videóba a népszerűségért. Tehát, hogy nálam mindig megvolt az a határ, amiben már nem járatjuk le magunkat, nem eszünk meg minden akármit. Szóval, hogy ne celebbe megyünk el, hanem a mi videóinknak 2 értelme van. Az egyik legyen benne egy kis humor, 2 az eladás felé koncentráljunk. Tehát, hogy mindegyikben megvan az, hogy ki jön, vagy mi lesz hétvégén, vagy mindegyikben el akarunk valamit adni egyébként, egy kis szituációval, egy kis humorral. Vagy egy videoklipet, vagy a bulit, vagy egy terméket, ugye, vagy bármit, amit lehet. Ugye nem tudom, azt elmondhatom, hogy lett egy saját pezsgőm, ami egyébként nagyon jól passzol egyébként, nem tudom melyik hely, de valamelyik biztos fog, egy 3 hónapja. Tehát az a lényeg az egészben, hogy mindig el akarunk valamit adni, és ez fontos. Nagyon sokan egyébként a TikTokon, meg máshol is úgy csinálják a tartalmaikat, hogy csak a népszerűségre mennek rá. És én azt nem szeretném, mert én azt hívom celebkedésnek, amikor olyan tartalom nélküli imidzsed van. Nekem az nem jön be, és azokat a típusú embereket egyébként nem is engedem be most se a diszkóban. Nagyon sok mindent érintettünk fel, az indulást, a Pitches, producerkedés, TikTok. Mit üzennél utolsó kérdésként az itt jelenlevő sales és marketinges kollégáimnak? Hát amit én egyébként most mindenkinek magyarázok, hogy TikTok. Tehát, hogy a TikTok az már nem fog megszűnni. Május 24-e óta live-ozom, hogy a TikTokon napi szinten, és ezért már nagyon, nagyon kifejlett sztoriaim vannak mindenre egyébként, mert brutál mennyiségű kérdést tesznek fel egyébként. És az egyik legfontosabb az, amit én egy fórumon olvastam,
hogy az ember körülbelül 25 éves koráig fejlődik, meg szokja meg a rendszereket. És 25 éves kor fölött már nagyon nem vagyunk vevők az új dolgokra. És akkor kezdjük el érezni, 30-30 pár évesen, hogy bejön egy új dolog, mert most ez vadonatúj. Tehát most ugye a Covid mindent megváltoztatott, a TikTok egy vadonatúj erős dolog, mert itt már nem az van, hogy kirakom, hogy mit kajáltam, vagy hogy éppen hol vagyok, hanem ide már szituációs videókat kell csinálni. Tehát itt már szereplés van. A Facebookon, meg az Instagramon nem. Ott a tévé mellett mindenki megnézi, hogy éppen a Facebookon melyik haverom mit rakott ki, vagy az Instagramon. TikTokot mindenki már a tévé helyett nézi. Tehát én szoktam mondani, hogy a TikTok elhozta a tévé végének a kezdetét. Tehát pár év múlva nem lesz tévé, most ez lehet, hogy 10 év vagy 20 év, tehát nem azt mondom, hogy 2 év múlva, de mindenki a TikTokot már a tévé helyett nézi, mert ezek már műsor, ezek már kis műsorok. És akik mondjuk olyan idősek, mint én, azok nagyon nehéz már az új dolgot nem csak elfogadni, hanem azon sikeresnek lenni. Mert az, hogy még azt mondom, hogy jó, itt a TikTok, felmegyek, csinálok egy pár videót, lesz 200 követőm, az még messze van a sikertől. A sikert azt népszerűségbe és pénzbe kell mérni, szerintem. Tehát én abban mérem a TikTok sikeremet, ami fél éves egyelőre, hogy a TikTok például kiírja, hogy az össznéző a TikTokon, az 50 000, most 50 000-en követik az egyik oldalamat, az 50 000 követősök közül 99%-ban mindenki engem nézett. És konkrétan 30-40 000 ember nézi meg egy-egy. A lényeg az egészben az, nem szabad megöregednünk. 25 fölött az ember már nem szereti az új rendszereket, nem szereti az új dolgokat. Amiben benne van még, azt még úgy csinálni tudja, és mondom, hogy 32-35 év között jön el az, az időszak, amikor az ember azt érzi, hogy én ezt az új dolgot már nem akarom. Ez nekem is volt, bejött ez a TikTok, én ugye 2 éve próbálkozom rajta, tehát ez nem, én nem most kezdtem, hanem én 21-ben kezdtem a TikTokon próbálkozni, és egyáltalán nem sikerült. És akkor mondtam a feleségemnek, hogy hát én már megöregettem, ez már nem az én dolgom. De én nem vagyok egy feladós típus, ezért elkezdtem keresni magam mellé egy fiatal karaktert, és ugye a Jana lett mondjuk az a befutó, ő volt a legerőszakosabb az összes közül. És elkezdtünk rajta egy olyan, ugye január közepétől dolgozik nekem, és az áprilisban még csak 300 követőnk volt, most a két oldalnak összesen már 130 000 van. Láttuk, hogy elkapunk egy fonalat, és nagyon-nagyon ráálltunk. Szerintem ez a fontos, hogy az ember elfogadja az újat, és akarjon vele fejlődni, és akarja vele a sikert. Mert akkor nem csak, hogy nem öregszik, hanem érzi a sikert mind a népszerűségbe, ami fontos most már, mert most már mindenkinek kell, hogy legyen image-et, hát már szerintem nincs olyan iparág, ahol nem kell, hogy legyen image, mert én már a TikTokról nézem ki a klímaszerelőt, mert látom a munkáját. Tehát egy Facebookon kirakolok egy hírt, és egy klímát szerelnék, jó, az, amit egy fali újság volt régen, ugye? A TikTokon konkrétan megmutatja, hogy ő hogy csinálja, hogy néz ki, milyen a szerelése, hogy kezeli ezeket a dolgokat. Tehát hogy a TikTok ilyen szempontból sokkal nagyobb biztonságot ad minden téren. Tehát akár klímaszerelőt keres az ember, akár egy diszkóba el akar menni, akár egy étterembe, bárhogyan, sokkal nagyobb biztonságot ad a TikTok, mert sokkal jobban bemutatja magát a szolgáltatást vagy a terméket. Én azt mondom mindenkinek, hogy TikTok reggeltől estig, mert ez már nem csak hogy nem fog eltűnni, ez még most már csak erősebb lesz, most fog igazán egyébként beindulni ez az egész. Ideális, több mint fél óránk volt. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy átadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Reméljük, hogy még sokáig fogunk együtt dolgozni. Abszolút. Neked kívánok nagyon sok követőt. Köszönöm szépen. Sok újdonat, és sok betérő lennélt, úgyhogy köszönjük neked. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm szépen. Arra megyek ki.